Mester Károly fejlesztő agrármérnök, a Mester és Major Kft. Tulajdonosa, a Venderin Eszenciák állatgyógyászati gyógyhatású termék és a humán étrendkiegészítő Herba Fulvo Eszencia fejlesztője, 4 gyermek büszke édesapja. Mester Károly vagyok, Szatmárban, Fehérgyarmaton születtem 1958-ban, agrármérnök. Nem véletlenül lettem agrármérnök, tehát nekem a pályaválasztásom az nagyon tudatos volt, hiszen az egész gyerekkoromban a természet közelébe éltem, és ráadásul egy háztáji gazdaságba ugye születtem bele, ahol többféle állat is volt. Most az állatok szeretete az vezetett engem az agrármérnöki pályára, hiszen hogy hogyan működik az élet. Tehát tulajdonképpen a teremtett világnak a törvényeit, a biológiai törvényeit meg tudjam ismerni, és ezt nagyon-nagyon szerettem, illetve ez izgatott. Tehát tulajdonképpen egész iskolai időszakom alatt egy komoly probléma volt velem, hogy én nem tanultam, hanem olvastam állandóan, és ami érdekelt mindig nyilvánvalóan, ez egybeesett az én szakmámmal. Édesapám egy 65 éves ember volt, amikor én születtem. Ő megjárta az első világháborút, egy mesterember volt, csizmadia mester volt, és tulajdonképpen én úgy születhettem meg, hogy az első felesége meghalt 30 év házasság után, nem volt gyerekük. Édesanyám, aki egy panyolai parasztlány volt, aki a Klebsberg-Kuhlow-féle oktatási rendszerben, ami csodálatos képzést kapott, minden tekintetben óriási ismeretalanyaga volt a magyar irodalomról, a magyar történelemről. Ez nagyon érdekes, hogy egy parasztlány milyen művel tud lenni. Ő neki a vőlegénye halt meg a háborúba, tehát tulajdonképpen két ember halálával jutottunk mi a bátyámmal, meg ketten vagyunk élethez. És gyakorlatilag elég nehéz körülmények között tudtak fölnevelni bennünket, és ez a háztáji gazdaság, ahol én beszülettem, tulajdonképpen ez segítette a családnak a létét fönntartani. Na most, amikor ugye elvégeztem az általános iskolát, utána én Mátészalkára kerültem mezőgazdasági szakközépiskolába, és ott nagyon-nagyon jó tanárok voltak nekünk, többek között a dr. Bajkán Barna, akivel én most is tartom a kapcsolatot. Fantasztikus ember volt, óriási tudást adott át nekünk. Utána mentem én felsőfokú tanulmányaimat végezni. Először egy mezőgazdasági főiskolát végeztem, utána pedig elvégeztem a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, ahol retteltesen csak az állatok érdekeltek végül is, de természetesen növénytermesztés technológiájával, meg a talajtannal is ugye nagyon otthonosan mozgok, hiszen ez a későbbi munkámhoz kellett. Tulajdonképpen egy ilyen jó tanuló fiatal emberként adott volt, egyenes volt az út a kutatói pályára. Gyakorlatilag Debrecenben is dolgoztam 3 évet az általános tanszéken, majd Szarvasra az Öntözési Kutatóintézetbe kerültem, ahol szintén állat és gyephasznosítás volt a témám. Debrecenből a Vincefi professzor úr úgy indított el engem, hogy karcsi dolgozni kell, keményen adni kell, de amikor találsz egy gyémántot, azt tedd el a zsebedbe, és majd amikor erre szükséged lesz, akkor vedd elő. Na most így gyűjtögettem én a gyémántokat végül is, hát jó 25-30 éven keresztül, és ezek a gyémántok ott maradtak a zsebembe, és ezeket végül is én elővettem, amikor szükség volt rá. A kutatói pályát azért hagytam abba, mert a rendszerváltozás előtt tulajdonképpen az ország gazdasági helyzete nem igazán tette lehetővé, hogy akár eszközbe, akár egyéb területen a mezőgazdasági kutatás forráshoz jusson. És éreztem azt, hogy itt most nincs meg a lehetőség. Így kerültem egy nagy termőszövetkezetbe, ahol állattenyésztő lettem, és hát végül is a szorgalmamban nagyon hamar én főágazatvezető lettem, bár a sertést annyira nem szerettem, mint állatfajt, de ezt kaptam, ezt a lehetőséget, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy én kaptam egy kutatóintézetet. Tehát egy olyan nagy létszámú sertéstelepen 1000 koca anyuka szül folyamatosan, és ugye hát
20 000 kismalac születik, és ott figyelve a világot, kipróbálva nagyon sok mindent. Tehát ez a legszebb kutatóintézet volt, tehát a fiatalságomat fedte le. Na most tulajdonképpen egy kiváló törzstenyészetet csináltam ebből a hát nem túl jó adottságú, meg biológiailag is egy elég rossz állapotban lévő telepből. Aztán nagyon sok állatbetegségtől sikerült mentesítenem ezt az állományt. Ez nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sikeres volt ez a tevékenység. Nyilvánvalóan én is nagyon sokat tanultam. Közben ugye itt megváltozott körülöttünk a világ, ugye kinyílt a világgazdaság előttünk, és gyakorlatilag teljesen új takarmány alapanyagok, mint ahogy teljesen új élelmiszer alapanyagok kerültek be az országba. Na most ezeknek tehát a marketing, hogy mit mond egyes termékekről, illetve mit mond a biológia, hát ez sajnos nem mindig járnak kéz a kézben, hanem itt vannak jelentős eltérések. Most tulajdonképpen a kutatásnak ez volt a lényege, hogy ott egy olyan állatfajjal, ami nagyon-nagyon hasonlít az emberhez, tehát el szoktam mondani, hogy az inzulin, a humán és a sertés inzulin egy aminósavban tér el például egymástól, vagy egy Ellen Archibald nevezetű nagyon komoly gyógyszerkutató azt mondta, hogy a legjobb kísérleti eredményt az ember vonatkozásban a sertéssel elvégzett gyógyszerkutatások adják. Na most tulajdonképpen egy nagyon érdekes párhuzam jött az ember és az állat között, tehát nagyon-nagyon hasonlítunk a sertésre, viszont van egy lényeges különbség. Az, hogy egy emberöltő az 25 év, és egy sertésöltő az pedig 14 hónap. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 30 évben én 25 generációt láttam. Én jó pásztor akartam lenni, hozzáteszem. Sajnos nem mindig tud az ember jó pásztor lenni, mert jó pásztor, ugye Jézus volt a jó pásztor, aki megvédi az állatokat a farkasoktól, és a béres az, aki legelőször elmenekül. És amikor én már nem tudtam adott munkahelyen jó pásztor lenni, akkor azt mondtam, hogy béres meg nem akarok lenni. Bár a telep nem az enyém volt, de József Attilai szemléletben dolgoztam, ugye dolgozni csak pontosan és szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemes, csak nem mindenki tudja, hogy hogy kezdődik ez a vers töredék, mert az a címe, hogy ne légy szeles, bár munkádon más keres. Na most 2011 után már magam kerestem a munkámon, tehát gyakorlatilag elmentem, több cégnek is dolgoztam, külföldinek, magyarnak, és gyakorlatilag bejártam egész Európát, sertéstelepeken jártam, és az a kicsi világ, ami egy sertéstelepen volt, bár óriási tapasztalatot adott, az a kicsi világ teljesen kitárolt, és gyakorlatilag megbizonyosodtam afelől, hogy minden helyen, tehát minden telepen hasonló problémák vannak, és ráadásul ez a kutatás tovább lépett, mert mondjuk én elmegyek Szerbiába, akkor ott megnézem a sertéstelepet, és látom a különbséget, hogy Szerbiában nem lehet használni például a génmódosított szóját, Magyarországon pedig lehet. Tehát ilyen érdekes összefüggésekre jött rá az ember, aztán utána én megvalósítottam egy takarmányfejlesztést, természetes alapanyagokból gyártok takarmányt, sertésnek, kismalacnak, kocának, de csincsillának is gyártok, diugratólovaknak is gyártok, tehát sokféle állatnak a minden, ami természetes. Én itt szoktam megfogalmazni, hogy régen, amikor a gazda elment a vásárba és eladta az állatát, akkor az első útjuk a kocsmába vezetett, hogy áldomást igyanak arra az üzletre. Na most én csak olyan terméket adok el, vagy gyártok, ami úgy gondolom, hogy az én hitem szerint, vagy ez a jó pásztor elve szerint áldás van. Na most, aki nem ilyen takarmányt használ, azoknak is készítek én végül is terméket, ez pedig a Rendelén Eszencia állatgyógyászati gyógyhatású termékcsalád, ami gyakorlatilag különböző fajú, különböző korcsoportú állatoknak a gyógyhatású termék. Ez nagyon-nagyon fontos, Magyarországon megmaradt az állatgyógyászatban a gyógyhatású termék, és ez a termékcsalád gyakorlatilag keresztül ment ezen a engedélyezési folyamaton, tehát itt bizonyított a gyógyhatás. Itt jön elő az érdekes dolog, hogy tulajdonképpen
ebbe aztán a gyémántok nagyon-nagyon bele vannak rakva. Tehát azok a takarmányalkotók, amelyeket én nem ítélek meg jónak, azoknak a problémáknak a kezelésére. Tehát azt szoktam mondani, a kismalac nem attól beteg, amit még nem adtunk neki eddig, hanem attól beteg, amit eddig adtunk, és tulajdonképpen amit eddig adtunk, annak a problémának a kezelésére vannak benne gyakorlatilag 10 féle gyógynövény és természetes anyagok, és ezek a természetes anyagok, ezt szoktam mondani, ez a fulvósav, ami a patakvizekben is benne van, és ennek a hasznossága, ez egy fantasztikus dolog. És aztán, amire én aztán nem gondoltam későbbiekben, az, hogy én bekerülök a humán szférába. Ugyanis ezt az állatgyógyászati gyógytatások készítményt az emberek saját felelősségükre kezdték el fogyasztani, hiszen látták a telepeken, hogy ez hogy dolgozik, hogy működik, és gyakorlatilag tulajdonképpen egy nagy fába vágtam a fejszémet a humán étrend kiegészítő gyártásnak, illetve hát ennek a kategóriának az összes biológiai, jogi hátterét megismerve, az Európai Unió ide vonatkozó szabályait, tulajdonképpen fejlesztettem egy gyógyhatású terméket, amelyiknek az alapja egyébként ugye az állatgyógyászati alapon van, tehát az alapja ugyanaz. Itt meg szeretnék említeni egy amerikai indián törzsfőnököt. Ő a Seattle, ugye róla nevezték el a Seattle amerikai várost, aki tulajdonképpen 64 pontban megfogalmazta az amerikai fehér embernek a jövőjét ezelőtt 150 évvel, és ebben van egy tétel, hogy amit tesztek az állatokkal, az lesz a ti sorsotok is. Tehát gyakorlatilag én 25 generáción láttam azt, hogy mit teszünk az állatokkal, mi az, ami nem jó, és ez gyakorlatilag a Béki tanár úr természetgyógyász munkája által visszaigazolódik, és ugye a mi barátságunk innen indult el, hogy gyakorlatilag ez lesz a mi sorsunk is. Na most ugye 15 évvel ezelőtt én már láttam, hogy valami nem működik a sertéstelepen, és akkor ugye elkezdtem foglalkozni azokkal az embereknek a munkájával, tehát a Kárpát-medencei gyógynövényekkel, és amikor ugye Olá Andornak az írásait megtaláltam, a Békés megye, illetve a szatmári népi gyógyászat, népi állatgyógyászat, vagy Lubi Margitnak például a Fogyólegelőkön című könyvét átolvasva, és ugye eljutva nagyon-nagyon sok helyre, és gyakorlatilag ezeket a gyógynövényeket belerakva, és kiegészítve egy nagyon-nagyon fontos tétellel, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az emberi empíria, tehát a tapasztalat által ugye megismert gyógynövények hatását ugye beletettük, de itt van egy fontos tényező, hogy megváltozott a környezetünk, és ezt a környezetet kezelni kell, és tulajdonképpen ebben mind a két termékben, nevezzük így, mind a két termékben a megváltozott környezetnek a kezelésére vannak biológiai megoldások, és talán ezért működik ilyen jól a kettő együtt, a gyógynövény hatása, illetve az alapreguláció elromlásának a megakadályozása vagy megjavítása. Tulajdonképpen a humán termék az rendkívül sikeres. Az emberek egymásnak tudják odaadni, de mind a kettő nagyon-nagyon fontos, hiszen az állatgyógyászati terméknek a visszajelzés az több helyről, nagy létszámú állatnál, több ismétlésben, tehát mi nem pár állattal vagy pár rágcsálóval kísérletezünk, hanem adott esetben egyszerre 12 ezer pulykával, vagy 10 ezer libával, vagy 5 ezer kismalaccal. Jelenleg ugye a legnagyobb feladatunk az, hogy meg tudjunk felelni az elvárásnak, és azzal a mesterember módszerrel, ahogy mondjuk annak idején egy kézműves mesterember, az apám, aki a csizmadiát gyártotta, tulajdonképpen gyártotta, de azt mindig elmagyarázta, hogy meg kell munkálni az anyagot, mert ez egy kézműves termék, de minden csizmának egyformának kell lenni. Na most ugye
ebben ugye én talán a legfontosabb láncem vagyok, de a kollégáim is ebben a szemléletben, vagy ebben a lelkületben dolgoznak, elfogadva azt, hogy nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy jó legyen, várnak tőle az emberek valamit, és hogyha még esetleg mellétéve bizonyos tudást vagy tapasztalatot mellé tudjuk tenni, elkísérni vagy tanácsot adni az embereknek, és az általuk, hát hogy fogalmazzam meg, szép szó, az gyakorlatilag az viszi az embert előre, vagy ez ad újabb erőt, hogy tudjuk csinálni ezt a feladatot. Jelenleg úgy látszik, hogy ez a Herbofor Essence, ez egy nagyon-nagyon sikeres termék. Tulajdonképpen folyamatosan bővül, tehát hónapról hónapra egyre több terméket adunk el, vagy egyre több az igény. Karácsony előtt ugye óriási volt az igény, és megkapták az emberek ugye karácsonyi ajándéknak, és én úgy gondoltam, hogy január-február az egy könnyebb hónap lesz. Hát nem, mert ugye akik kapták ajándékba, azok is ajándékba viszik másoknak, és gyakorlatilag amikor visszakapja az ember, hogy köszönjük szépen, hogy ez megjött, és miben tud segíteni, akkor én talán ezt tartom a legnagyobb sikernek. Ezek 29 éves voltam, amikor a dr. Szabó János Szarvason fölkért arra, hogy én vegyek részt egy gyevgazdálkodás könyvnek a megírásában. Tehát az is siker volt 29 évesen. De hát a körülmények miatt akkor azt a nagy szerelmet, a mezősági kutatást én tulajdonképpen félretettem. És utána egy másik úton kellett elindulni, de úgy gondolom, hogy az az út, amit én bejártam, és az ott kapott, tehát tulajdonképpen az állatoktól kapott szeretetet vagy elismerést, tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy polgármester barátom, ő sertéstelep vezető volt, egy nagy létszámú sertéstelep vezetője volt, és elment a rendszerváltozás után polgármesternek, aztán mondtam neki, nem jól csináltad, azt miért? Az állat az mindig hálás. Ha valamit teszel, mindig visszaadja. És hát egy cikluson volt csak polgármester. Na most én erre mindig nagyon vágytam, hogy az állatoktól az ember visszakapja azt a szeretetet, amit adott nekik. Nyilvánvalóan nekem is nagyon-nagyon jól esik, ha elmegyek valahol egy előadást tartani, és ott három embertől már rögtön kapok egy felkérést, és gyakorlatilag ez tulajdonképpen ez egy ilyen belső mozgatója a terméknek, hogyha én elmondom az összefüggéseket, ugye, amit megtaláltam a sertésnél, és azt átfordítom humán vonatkozásban, akkor tulajdonképpen olyan tudást tudok adni az embereknek, ami nekem talán úgy fogalmazom meg, hogy egyértelmű, hiszen részese voltam, meg láttam több ismétlésben ezeket a dolgokat, de talán az emberektől visszakapott szeretet az nekem a legfontosabb. Bár néha ugye jó lenne, ha ugye adminisztrálnám magamat, tehát mondjuk lenne egy doktori fokozatom, vagy bármi, de mondjuk amikor a Szegedi Tudományi Egyetem élelmiszermérnöki karára meghívnak egy teljes napos előadásra, és a dékán úr felkér rá, hogy menjek el, és ugye megírom neki a tematikát, visszaírja, hogy nagyszerű, szerintem ez is egy siker. Ugye említettem, hogy református családba születtem. Ugye az édesapám koránál fogva, ugye nekem a nagyapám az 1853-ban született, és a dédnagyapám még adózó volt, tehát nem volt nemes ember. És amikor megvolt ugye a jobbágy felszabadítás, akkor a nagyapám a saját erejéből végül is Fehérgyarmat egyik leggazdagabb embere lett. Tehát ez nagyon érdekes dolog, valahol a tehetség az azért ott van a génekben.
Az apám ugyanúgy, mert ugye gyakorlatilag a nagyapám az minden pénzét hadikötvénybe fektette az első világháború, vagy próbáljuk megnyerni, tehát gyakorlatilag elveszítettük a háborút, és mindent elveszített, és az apám szintén a saját erejéből kellett, hogy előre menjen. Hát nyilvánvalóan én anyagiakat nem örököltem, tehát nekem is valahol ezt kellett csinálni, de ez a református szemlélet, ez a szolgálat, ez a másokért való élés. Tulajdonképpen ez azért, ha jót csinálunk, akkor talán úgy gondolom, hogy anyagi értelemben is megtalálja az ember a számítását, mert amikor ugye én kezdtem ezt a vállalkozást végül is kevés pénzzel, akkor tulajdonképpen talán nem volt ez a pénzügyi siker, vagy a fejlesztésnek a lehetősége, mert inkább úgy élem meg, hogy kapok fejlesztési lehetőséget, kapok forrást ahhoz, hogy megvalósítsam adott esetben mondjuk a következő ötletemet. Na most ugye a mintát megkaptam otthon a szüleimtől, nyilvánvalóan ezzel a mintával élek én is, és ugye hát gondolom, hogy a gyerekeim is megkapják ezt a mintát. Hál' Istennek motiváltak, mert egy vegyészmérnök, PhD-zett vegyészmérnök a nagyfiam, illetve a lányom, ő egy nyelvész. Hát Amerikában élnek mind a ketten végül is, tehát ott dolgoznak már. A Zsófi lányom, ő másodéves orvosi egyetemista, és hát a kicsi, így szoktam hívni, ugye Dóri lányom pedig, talán örökölte édesanyámnak a tehetségét, mert ők, édesanyám a népszínű játszásban annak idején, ugye gyakorlatilag egy falu közösség, az nagyon érdekes volt régen, ők élték a saját kulturális életüket, és gyakorlatilag ők megteremtették a saját kultúrájukat. Hát ő ebbe az irányba orientálódik, nyilvánvalóan nekünk feleségemmel együtt egy feladatunk van, hogy támogassuk őket mindenbe, akkor is, ha mondjuk nagyon szereti az állatokat Dóri, de nem ebbe az irányba képzeli a jövőjét. Na most ugye a család az rendkívül fontos, hát ugye nekem főleg nagyon fontos, hiszen egy nagy korkülönbségű nő és férfi gyereke vagyok, aki nek, ahol én éltem, mindig az volt, hogy tulajdonképpen értünk mindent megtettek a családért. És ugye én is most már itt 60-on túl azért úgy elgondolkodom, hogy az az ember, aki tulajdonképpen az én édesapám, mert nem kapott nyugdíjat, 79 éves koráig dolgozott, ment szolgálatba, ahogy ő mondta, tehát valahol nekem is, bár megmondom őszintén, hogy nem esik nehezemre dolgozni, hiszen nagyon szeretem, amit csinálok.